Na sziasztok, az én nevem van is, srácok, illetve lányok! A mai videóban design váltás következik. Én nagyon rossz vagyok Photoshopban. Nagyon-nagyon rossz. Ezt egyébként az index képeimen láthatjátok is, hogy nem feltétlen a legnagyobb művészetek rejlenek ezekben a képekben. Azonban van valami ezen a csatornán, amit már nagyon-nagyon régóta le kéne cserélni. És ez nem más, mint a profilképen. És éppen ezért, mivel én szerkesztésben nem vagyok a legjobb, úgy döntöttem, hogy mi lenne, ha úgy csinálnánk az egészet, mint annó a fejlécnél, ami azóta egyébként ott van, és csináltam erről is nektek egy szavazást, ahol megkérdeztek titeket, hogy érik-e egy fejléc csere. És itt azt szavaztátok meg, hogy elsősorban a profilképet cseréljük le, mert a fejléc az tök jó. Az összes kommentnél láthatjátok, hogy fejléc marad, profilkép csere. De ezt nem is én mondtam nektek, hanem igazából ti kezdtétek el követelni. Csak a profilképet, csak a profilkép kéne új, fejléc jó, inkább csak profilkép. Legyen demokratikus ez a csatorna. Ti kértétek, ez lesz. Azonban akkor segítsetek megcsinálni, basszus! Én már intézkedtem egyébként, szokásos Facebook. Annyira várom, hogy ezt a Facebookot be tudjuk dobni így a kukába. Egyébként ez a posztom, ahol kértem tőletek profilképeket, 76 ezer emberhez eljutott. Ami úgy nice. 2600 like. Több, gyerekek, ilyen még nem volt szerintem, több like és visszajelzés érkezett egy kommentre, mint a saját posztomra. Ekkora tokám lenne? Deactivate account. I don't feel safe on Facebook. Ezek után megértem. Ez mi? Ez milyen aranyos me? Ez de jó. Van egy légy a monitoron. Az... Köszönöm szépen, Fabrizio Fogarasi. Átgondolom, hogy mit tehettek ennek az ügynek az érdekében. Maradjunk annyiban. Kaptam egy ilyet is, szép napsitól, ahol... Kicsit sok. Nem, igazából nagyon sok. Nem mondom azt, hogy kínos, mert nagyon értékelem a munkásságodat, amit ezzel a képpel töltöttél, de egyébként egy hozzászólásban hozzá is fűztem, hogy értékelem ezt a munkát, de túl sok egy picit. Sajnálom, viszont hogy jött nagyon sok sírós arc. 57-en megkönnyeztek ezen a kommenten. Ez mi? Srácok, ez micsoda? Mi ez? Van ez a... mi a neve? A Annoying Orange nevezetű csatorna YouTube-on, ezt most ahhoz tudnám hasonlítani. Én lennék az Annoying... Ez egy alma? Itt azt hittem, hogy minden nap egy alma az orvos távol tartja, de ez szerintem egy barack, nem? Főleg, hogy ez egy barack. Aha, még írjátok is hozzászólásban. Ez egy barack! De köszönöm, Patrik. Átgondolom, hogy mit tehetek érted. Keresem a változatosságot a képekben. Valami olyasmit? Tudom, hogy kicsit nehéz így nektek ezt megcsinálni, hogy nem biztosítok számotokra olyan alapanyagokat, amikkel tudtok dolgozni, szóval nem voltam mondjuk, mit tudom én, mostanában fotózáson, ahonnan tudok nektek képeket küldeni, és azzal tudnátok dolgozni. De úgy gondolom, hogy a fejlécemnél, a mostani fejlécemnél, ami van, itt se adtam nektek semmit, mégis valaki úgy összerítjent Valaki mégis úgy össze tudta rittyenteni ezt az egészet, hogy abból lett egy tök jó valami. Egyre hülyén magyar mondatokat készítek. Szóval igazából szerintem kíváncsi vagyok, hogy valaki... Ezen konkrétan szerintem csak a színeket változtattátok, nem? Szerintem igen, szóval ezen konkrétan csak színek vannak változtatva, azt azért én is tudok. De köszönöm szépen, Evelyn! Köszönöm, hogy a szabadidőtöket azzal töltitek el, hogy egy virtuális platformon egy 500x500-as képet megváltoztassunk. Azt a rohadt állat, mit csinálunk ma? Ez mi? Ez nem jó! Ez miért vicces? Szabolcsnak van igaza, foglalj helyet és mondd el, miért volt ez vicces. Parancsolj. Folytassam így a videót? Ez nem mókás! Bedrótoztak, vagy mi van ezen? Mi ez az izé? Szia Barni, remélem tetszeni fog, nagyon sokat dolgoztam, nagyon jó videós vagy. Köszönöm szépen, de nem tetszik. Mindenkinek előfordul az életében az, hogy otthon hagyja a pénztárcáját. Vagy ha nem is otthon, valahol elhagyja, elmentek vásárolni és keresitek a zsebetekben, és ilyenkor életmentő tud lenni 20 000 Barni forint.
Ez valami nagyon régi videóból lehet kivágva egyébként, mert még itt, amennyire szar felbontású a kép, még mindig látszódik az, hogy egy kis-kis-kis rés van ott a két fogam között. Ez lehet új fejléc. Ó, hogy fejlésznek ötletes. Ez mi volt? Gyerekek, megszállt egy démon. Segítség! Na, itt már alakulunk. Megmondom őszintén, ez nem tetszik, de itt már jobban értékelem azt, hogy kiugrunk a komfortzónából, a megszokott dolgokból, és készítünk valami olyat, ami esetleg egy picit más. Nem vagyok nagy Photoshop mester, de azért próbálkoztam. Ezt milyen programmal szerkesztetted? Photoshop. Oh, Sasuke-kun! A Sasuke és mémek betaláltak, és még oda is illik. Hogy lehet valaki annyira gonosz, hogy ezt az aranyos Border Collie-t kitakarja? Miért? Az a legédesebb, egyik legédesebb kutyus, akivel valaha találkoztam. Vannak poénok, amit már annyira rohadtunalmasak. Esküszöm, annyira rohadtunalmasak. Dörmi, barátkozz össze vele, kapd el, harapd le a fejét, és a és nyomd ki belőle. Szegény Dörmi. Ó, jött egy jó. Végre itt van egy jó. Végre. Végre megvan a leges, legjobb kép. Végre valaki volt olyan kreatív, hogy összeszedje magát, és készítsen egy megfelelő profilképet ennek a csatornának. Yes! Nagyon sok munka volt benne. Ez félelmetes. Ezt tudjátok, hogy néz ki? Mint hogyha esküszön ledobtok volna valami atombombát. Ja, várjál! Az egy város! Ez két város... Tudja, adtak. Ez, mert ez a kép árulja el azt, hogy egyrészt állatbarát vagy, és másrészt természetbarát is. Természetbarát miért vagyok egy salakos terepen? Amikor megjön az SMS, hogy a kártyán nincs fizet. Tiszta hák! Megint csicsa! Tiszta csicsa! Köszönöm szépen, Noémi, de csicsa. Nehéz, nehéz, basszus. Annyi, bocsánat, annyi f***ságot küld. Jó, ez nem az, ez érték, ez jó. Ez kreatív, ez tetszik. Míg ez csupa szemét, csupa... Ó, van ebben a képben valami. Sokat dolgoztam vele, nehéz volt rólad egy menő képet találni. De nem adtam fel, és tessék, itt van kész a mesterművem. Megjöttek egyébként azok az emberek is, akik próbálnak egy pici komolyságot vinni a dologba, hogy készüljön el végre az a kép, ami használható. Lehet, hogy csak én vagyok Maradi, de nem az volt a feladat, hogy ezt a posztot hányjátok tele mindenfele gusztustalan képpen. Mi vulgárisan van ez megfogalmazva. Máté Márk is utána szétolt itt mindenkit. Nagyon helyes. Ez mi? Jézus! Hát én sírok. Ez micsoda? Volt mi? Komolyságot kérek a rohadt nem. Jaj. Hát én miért kapok, ez mi? Nem, volt egy másik, ahol a kutyával cserélték ki az arcomat, de nem tudom, hogy hol van. Azt hiszem, megvan a nyertes. Jó, hát ez siralmas volt, reméltem, hogy a videó végén be tudok rakni nektek egy kártyát a jobb fenti sarokba, hogy tudjatok szavazni, de ez kritikán aluli volt. Vegyétek úgy, hogy levagytok cseszve, de továbbra is várom tőletek az alkotásokat. Facebookon ott egy új poszt, valami normálisat, please. Irgum burgum!